napokig készültek Pece István növendékei arra a hangversenyre, amit a Babits Mihály Kulturális Központban tartottak a kulturális intézmény nyugdíjas dolgozóinak. A 8 éves Dránovics Kilián Zsófia 2 éve jár zeneiskolába, furuljázni az ismert zenetanártól tanul, de ezen a koncerten énekelt, 2 dalt adott elő, először Pece Istvánnal, majd a lányával, Zsófiával együtt. Pece István egy másik tehetséget is szerepeltetett műsorában, Ormán Áron trombitán adta elő a Hullapelyhes Fehér Hó című dalt. Pece Zsófia ismert karácsonyi dalokat adott elő jazz stílusban, miközben édesapja harmonikán kísérte. Hát szerencsére már egyre gyakrabban sikerül így ilyen előadásokat szervezni, illetve jönnek ezek a meghívások. Édesapámról ugye mindenki azt tudja, hogy ő trombita művész, illetve trombitát tanít a zeneiskolában. Ezek mellett ő nagyon-nagyon fantasztikus harmonikás is, mivel ő kiskorában ezt tanulta, ugyan még hokedliről, mert el sem bírta a hangszert, aztán azóta ez már természetesen megváltozott, de nagyon szereti ezt a hangszert, én is ennek a hangszernek nagy szerelmese vagyok, úgyhogy szívesen szoktunk így ilyeneket elvállalni, illetve együtt zenélni. A harmonika egy nagyon-nagyon sokszínű hangszer. Azt gondolom, hogy minden nemzetnek egészen szoros kötődése van ehhez a hangszerhez, tehát legyen az francia, orosz, német, bolgár, magyar zene, mindegyik nagyon-nagyon szépen megszólal rajta. A jazzben mondhatjuk azt, hogy egy különleges vagy kuriózum hangszer, de más nemzeteknél is, illetve nagy sztároknál is előfordul, hogy harmonikázni szoktak jazz stílust, illetve jazz zenét, úgyhogy mi is ezt próbáljuk szaporítani picit.